Önök szerint az átlag, az adott ország átlag jövedelméhez képest Brüsszelben vagy Magyarországon olcsóbb az élet? Ez a nap kérdése itt a Nap hírében. Önök 95%-a úgy gondolja, hogy Brüsszelben egy belga átlag jövedelemhez képest olcsóbb az élet, mint Budapesten egy átlag, egy magyar átlag jövedelemhez képest. Igaz, ez így leírva nem volt, de Kohán Mátyással, aki az egyik vendégünk, már itt a műsor előtt egy kisebb fajta vitába keveredtünk, mert ő azt mondja, hogy hát persze, természetesen a brüsszeli tisztségviselők magas fizetéséhez képest minden olcsóbb. Maradjunk az átlagjövedelmeknél, tehát Kohán Mátyást már köszöntöttem, vagy legalábbis bemutattam. Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Lendva Ildikót, az MSZP korábbi elnökét, valamint Szendefi Máriát, az LMP elnökségi tagját is köszöntöm, kezdjük csókolom, örülök, hogy itt vannak. Kezdjünk rögtön a kormányinfóval, ugyanis elhangzott végre az a mai nap folyamán először a miniszterelnöknek az egyik online videójában, aztán meg ez világossá vált már mindenféle számítás szerint is, hogy mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak az arra jogosultak. Nézzük. Vasárnap lesz az idősek világnapja, tisztelettel köszöntöm a magyar nyugdíjasokat. Így kezdte csütörtöki videóüzenetét Orbán Viktor. A miniszterelnök a szerdai kormányülés nyugdíjasokra vonatkozó döntését ismertette. A törvény szerint ugyanis a nyugdíjaknak infláció követőnek kell lenniük, így az idén januári 15%-os emelésen felül további kiigazításra van szükség a nagy általános áremelkedések miatt. Novemberben átlagosan közel félhavi nyugdíjjal többet visz majd a postás. Pontos elszámolás, hosszú barátság. A kormányinfón aztán Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter már konkrétabb számot is mondott. Egy átlagos nyugdíj esetén, ami eddig 210.700 forint volt, a havi nyugdíjemelés összege az 6532 forint. A visszamenőleges korrekciót a nyugdíjasok novemberben kapják meg egy összegben, decemberben pedig már a megemelt nyugdíj érkezik. A mintegy 2,5 millió nyugdíjas esetén a költségvetésnek közel 200 milliárd, jelenlegi számítások szerint egy 190 milliárd forintos kiadást jelent. Hát a várakozásunknak a legalját sikerült a kormánynak megajánlani. A nyugdíjas parlament elnöke örül az emelésnek, de úgy gondolja, hogy mivel a 2022-es évben is magasabb lett az infláció, mint várták évelején, azt is visszamenőlegesen kellett volna korrigálni. Szóval ugye itt ez nem történt meg 2022-ben, hogy az visszamenőleges lett volna. De nem nagyon akarom szétmatakozni ezt a műsort, azért annyit jegyezünk, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy csak nem félhavi nyugdíjt kapnak majd pluszban a nyugdíjasok, kiegészítve ugye januárig visszamenőleg, az a gyakorlatban azt jelenti, hogy ez egyharmad havi, tehát az a 70 ezer forint környéke a 210 ezeres átlaghoz viszonyítva, de ez nem változtat a tényen, valóban van nyugdíjemelés, bizonyos fokig elismeréseként annak, hogy a tervezett és módosított költségvetésben szereplő inflációs adatnál is nagyobb a pénzromlás. Igen, ezt a törvény előírja, hogy legkésőbb novemberben ezt pótolni kell. Ez most mondjuk meg is történik. Azt gondolnám, vagy a kormány helyében átgondolnám viszont ezeknek a kifizetéseknek az időzítési módosítását. Ezt régen követelik, vagy kérik a nyugdíjas szervezetek. Ilyenkor, amikor az infláció magas, és ha mint mindnyájan reméljük, esetleg le is megy egy számjegyűre az év végén, az is csak azt jelenti, hogy jó, akkor majd 8-9%-kal még tovább nőnek az árak. Tehát ilyen inflációs időben nem mindegy, hogy a nyugdíjas hiteleze az államnak, vagy az állam időről időre nem is hitelez a nyugdíjasnak, csak kifizeti a rosszul kalkulált infláció különbségét. Úgy is ki kell fizetnie, ugye a törvény szerint, mennyivel jobb lett volna, ha ennek a felét mondjuk nyár elején, tavasz végén, amikor már látszott, hogy az infláció magasabb, megkapják a nyugdíjasok. Most időben vagyunk, még lehetne módosítani ezen a szabályon. Nyilván ez már nem idejre vonatkozna, de jövőre. Egyetértünk az a helyzetet. Tényleg ez egy olyan dolog, ami életminőség. Mit mondtam? Ami életminőség javulást hozna a nyugdíjasoknak, és nem sodorná a költségvetésbe. Szerintem se olyan nagy teher. Ha egy pozitív mondatot még azért mondhatok, azt gondolom, hogy jól van megszabva úgy a magyar nyugdíjrendszer, hogy olyan években, amikor érdemleges reálbérnövekedés van a nemzetgazdaságban, akkor nem a reálbérnövekedéssel emelkednek a nyugdíjak, tehát egy kicsit ez a borzasztóan nehéz egyensúly a között, hogy nyugdíj lehessen, fönntartható maradjon a rendszer, meg is éljenek a nyugdíjasok. Ez ilyenkor nem a reálbérre, hanem az inflációval növekszik, cserébe nem követi a reálbérek csökkenését sem.
a nyugdíjemelés. Hát szerintem jó úgy ez a rendszer, és fenntartható is úgy ez a rendszer, hogy az infláció a meghatározója a nyugdíjak alakulásnak, nem pedig a reálbér emelkedés vagy csökkenés. Ez védi is a nyugdíjasokat, meg védi is a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. Ezzel azért vitatkoznék, mert ugye korábban ez a svájci indexálás volt, ahol a reálbér növekedés számított, és hogyha ezt ugye elhagyjuk, akkor az azt jelenti, hogy a nyugdíjasok mondjuk a dolgozókhoz képest alapvetően leszakadnak, és azért ezt tapasztaltuk, azért jó esetben inkább reálbér növekedés van, mint reálbér csökkenés. Ugye az elmúlt a reálbér csökkenés volt, ezt nagyon jól tudjuk a statisztikai adatokból, tehát ez egy elég nagy probléma egyébként, amit valóban a kormány kapkodva próbál behozni. Én azt gondolom alapvetően, hogy hát hogy mondjam, örülünk neki, hogy működik a magyar állam, tehát így miközben vonatok állnak le, az oktatás is tudjuk, hogy milyen helyzetben van, hát most hurrá, csinadratta, a kormány teljesíti a törvénybe foglalt kötelezettségét, tehát azért el vagyunk ragadtatva, de hát azért mérsékelten, hogy így mondjam. De mi azt gondoljuk egyébként, hogy egy dolog a nyugdíjemelés, és ez kötelező volt, és meg kellett lépni, és helyes. De sokkal nagyobb problémák vannak a nyugdíjasoknál, például az otthonápolás, például az, hogy milyen várólisták vannak az öreg otthonokban, például az egészségügy helyzete. Tehát egy kicsit azt mondanám, hogy jó ez a nyugdíjemelés, csak nem vagyok benne biztos, hogy a magánellátásra, magánegészségügyi ellátásra ez elég, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokszor odaszorulnak az emberek, mert az egészségügy az nem úgy működik, ahogy kellene. Két megjegyzést hogy tegyek még ehhez a témához. Az egyik, hogy korábban sem kizárólag a reálbér növekedést követte az indexálás. Vegyes volt, ez egy vegyes indexálás. Pontosan, tehát fele része az emelésnek az inflációt követte, a fele részben meg a reálbéreket. Nekem az rokon szenvesebb, és hát úgy tűnik, mert mind a két szempontot figyelembe veszi, de most nem ez a témánk. Elnézést, hogy itt a fedezetet az biztosított, hogyha van bérnövekedés, akkor a járulék befizetés is növekszik a költségvetésbe, tehát a forrás hát is. Meg is volt a forrás, hogy nem. A másik, ami talán ennél most aktuálisabb, hogy mivel ez a fajta nyugdíjkorrekció értelemszerűen a nyugdíjak százalékában történik meg. Itt a kis nyugdíjasokkal van mindig a baj, akik ilyen nagy és magas infláció esetén nincsenek kisegítve, lévén, hogy attól még az alapélelmiszereket, meg az alapszámlát nekik is ki kell fizetni. Ezért megint csak ilyen inflációs időkben azt is meg kellene gondolni, hogy nincs-e vagy ne legyen-e egy minimum összege ennek az emelésnek, amit viszont minden kis nyugdíjas megkap a féle gyors segélyként. Ez jellemző a kormánynak az ilyen irányú politikájára, sőt politikáira, hogy azt a fajta neoliberális modellt követi, hogy minden egységes, tehát ugyanannyi százalékkal nő a legkisebb nyugdíjasnak is a nyugdíja, mint az 500 ezer forint fölötti nyugdíjasnak a nyugdíja. Ugyanannyi a személyi jövedelemadó, független attól, hogy mekkora a jövedelem. Ugyanakkor a társasági nyereségadó, függetlenül attól, hogy mennyire jövedelmező egy adott társaság, vagy mennyire hatékony, vagy mekkora a termelékenysége. Ez sok szempontból adminisztratívan talán egyszerűbb, másfelől meg ez tényleg nagyon klasszikusan neoliberális. Na most 1,9 millió ember van Magyarországon, akik öregségi nyugdíjban részesülnek, és több mint 900 ezeren a felük nagyjából 160 ezer forintnál is kevesebb nyugdíjat kap. Hát hiába 210 ezer forint az átlagos nyugdíj, azért mert vannak olyanok, akiknek az nyugdíja magasabb, és ez fölhúzza, a nyugdíjasok fele 160 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat kap, tehát ott nem lesz meg a 6500 forintos emelkedés a egyik hónap. És így a 70 ezer forint se lesz meg, amit most visszamenőleg kell adni, hanem egy jelentősen kisebb összeg. A neoliberális gazdaságpolitika az mindig a jobb módúakat hozza jó helyzetbe. Tehát az nem egyenlő elvű, azt én nem úgy mondanám, hanem inkább úgy hívjuk, hogy perverz újraelosztás. Tehát annak inkább az a lényege, hogy akik amúgy is jobban keresnek, amúgy is jobban állnak a nyugdíj tekintetében azok, de ezt mondhatnánk a bérekre is, meg az adózásra is mondhatnánk ugyanezt, ugye. Tehát minden ilyenfajta politika az alapvetően azokat hozza jó helyzetbe, akik amúgy is jó helyzetben vannak, és itt igazából az államtól inkább az lenne az elvárható, hogy azokat segítse, hogy Ildikó is említette, akik nehezebb helyzetben vannak, tehát inkább egy arányokon felül emelés lenne indokolt. Most ugyanakkor azt is látjuk, hogy a magasabb nyugdíjat kapóknak a száma az évről évre növekszik, egyszerűen azért, mert az elmúlt években mentek nyugdíjba, amikor többet kerestek, mint amennyit az én nagymamám keresett a 80-as években, amikor elment nyugdíjba. Hát növekszik, de azért az egy kicsi része. Szám például az 500 ezer forint felül. Az önmagában az 500 ezer, az igen, de most 100 ezeres nagyságrendben mérhetők azok, akik 300 ezer forintnál magasabb nyugdíjat kapnak. Ez mondjuk még 5-8 évvel ezelőtt nem volt így.
nagyon kegyetlenül hangzik talán az igazán kis nyugdíjasok, akik egyébként a legidősebbek, ők demográfiai okokból eltűnnek a mintából, és akik mondjuk a 2010-es években, amikor egyébként volt konjunktúra, akkor mentek nyugdíjba, ők meg egyre inkább megjelennek ebben a mintában. De a kormánynak van egy másik lépése, és nem tudom, hogy ez a svájci indexálással hogyan függ össze, az úgynevezett nyugdíjprémium, hogy 3,5%-nál magasabb az országban a GDP növekedés, és nem reálbérről beszélünk, GDP-ről, akkor ennek megfelelően kapnak a nyugdíjasok még kiegészítő. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert azt én még értem, azt szokták ellenérvként arra mondani, amit mi ketten mondunk, vagy akár hárman is megbólogatott, hogy a kis nyugdíjakat jobban kellene emelni. Erre szokták mondani, hadd idézem az ördög ügyvédjeként, hogy a nyugdíj végül is egy járulék alapú rendszer, tehát ennyiben... Hát rosszabbul jár, aki kevesebb járulékot fizetett be, önhibáján kívül, ahogy elmondta. De épp a nyugdíjprémium, vagy a 13. havi nyugdíj, azok olyan járandóságok, ahol nem kellene ragaszkodni a járulék alaphoz, hanem ott tényleg szerintem fajtisztán a szociális megtámasztást, a szociális padló emelését kellene célként kitűzni. Nyugodtan lehet mondani, hogy a 13. havi nyugdíjt a mi kormányaink is nyugdíj arányosan fizették. Én azt mondom, hiba volt, de mi akadályozza meg akkor a mai törvényalkotókat, hogy ezt a hibát korrigálják, és legalább ott a kis nyugdíjasok is méltó pénzt kapjanak. Igen, jól érzékelték a bólogatást, ez tényleg egy ilyen nap, hogy a kis nyugdíjak nagyobb emelése az szerintem egy olyan cél lehet, ami nem feltétlenül kell pártpolitikai alapon megoszoljon. Meg egyébként persze szép és jó az, hogy a körülöttem ülő baloldali politikus hölgyek azok szép baloldali ideákat fogalmaznak meg a perverz újraosztás, meg a neoliberális gazdaságpolitika kapcsán, de azt gondolom, hogy ezért sem a nyugdíj tekintetében, sem az SZIA tekintetében nem neoliberális, vagy teljesen súlyozatlan a magyar gazdaságpolitika, hanem máshogyan súlyoz. Tehát való igaz, hogy nem a kis jövedelmek felé súlyoz mondjuk az SZIA-nál, hanem a gyermekvállalás felé súlyoz. Vannak Magyarországon 14%-nál alacsonyabb SZIA, effektív SZIA kulcsok, lehet ennél kevesebb adót fizetni, ennek a gyermek vállalás a feltétele, vagy a korban van egy ilyen kedvezmény, 25 év alatt lehet még ilyen kedvezményre élni. Tehát nem oda súlyoz, ahova egy baloldali kormány súlyozna, de ugyanúgy célok alapján differenciált, tehát nem egyszerűen csak a nagy jövedelműeknek kedvező SZIA politika van, és ha jól tudom, akkor pont a nyugdíjprémium egy olyan intézkedés, ahol viszont temperálva van valamelyest a nyugdíjak közötti különbség, ugye itt a szorzós rendszerrel nem egyszerűen csak többet kap az, akinek magasabb a nyugdíja, hanem ennek az van egy lefolytása, hogy a végtelen nyugdíjra, a hétjegyű nyugdíjakra ne lehessen végtelenül többet kapni. Hát, és egyébként, hogyha szabad egy kicsit a svájci indexálás ellen beszélnem, de szerintem érdemes a nyugdíjasokkal, meg a leendő nyugdíjasokkal, akiket én most itt hadd képviseljek, őszintének lenni abban, hogy minden nyugdíjrendszer tényleg csak addig jó, amíg működőképes. Tehát amíg nem megy el a félállami költségvetés arra, hogy a nyugdíjakat valahogyan kifizessük, utána kipótoljuk kvázi az adóbevételekből azt, ami a nyugdíjkasszából hiányzik. És azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, amikor a reálbér jobban növekedik, a járulékbefizetés jobban növekedik, mint ahogy a nyugdíjasok száma növekszik, és a nyugdíjasok nyugdíja növekszik, akármilyen kegyetlenül hangzik ez a reálbértől leszakadó nyugdíjasok számára, az egy fellélegzés az államkasszának, mert abban az évben közelebb és nem távolabb kerültünk a nyugdíjrendszer fenntarthatóságához. Tudom, hogy ez nem feltétlenül igazságosan van elosztva ennek a terhe, mert ennek van egy terhe, de azt gondolom, hogy minden nyugdíjas azzal jár jobban, hogyha nincs soha egy olyan pont a magyar nyugdíjrendszerben, amikor az összeomlik, és ahhoz ez sokkal közelebb van a jelenlegi nyugdíjrendszer, sokkal közelebb van ahhoz, hogy ezt elkerüljük, mint a svájci indexálással lett volna. Fél adást átbeszélgethetnénk ezen, de mert vannak még témáink, és nyilván az sem mellékes, hogy a nyugdíjasoknak milyen a fogyasztói. Hogy milyen a nyugdíjasoknak a fogyasztói kosara, például 2021. évi fogyasztói kosár alapján számolják most a nyugdíjas inflációt, miközben a fogyasztási szerkezete teljesen átalakult a nyugdíjasoknak az elmúlt egyesztendőben, de ebben most nem megyünk bele, belemegyünk egy másik fogyasztói kosárba, egy igazi szatyor csatába, hogyha úgy tetszik, Brüsszel és Budapest között, illetve a Momentumos Cseh Katalin és a Fideszes Wintermantel Zsolt között. Nézzük, a paradicsomos tészta lesz a tárgya a beszélgetés következő részének. Itt vagyok Belgiumban, ami ugye egy eléggé drága ország, és ahol a fizetések ráadásul körülbelül dupla annyi, mint Magyarországon, és most elmegyek bevásárolni, nézzük meg, hogy az itteni árak hogyan állnak arányban a magyar boltokban tapasztalható árakhoz. Tészta, 79 eurócent. Az ma kevesebb, mint egy euró. Ott van 5 cent. Szülő. Egy euró. Olaj.
12 van, és még így is csak 2 euró. Kenyér. Ezt most nem veszem meg. Hát ezért a vasoráért zöldséggel, gyümölcsel, kenyérrel, mindennel együtt 12 eurót fizettem. Tippeljétek meg kommentben, hogy mindez mennyi lenne Magyarországon. Ne felejtsétek el, itt amúgy dupla annyit keresnek az emberek. Nem, egyrészt többet keresnek, mint dupla annyi, megnézt különböző statisztikák, ez csak egy dolog. Winter Montel Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője nem volt rest, és utána nézett ő is, hogy Magyarországon mennyire lehetne bevásárolni. Én ezt a csomagot nézzük meg. Tehát, hogy volt tojás, volt tej, volt paradicsom, volt tészta, volt étolaj, én mondjuk inkább olivát vette volna hozzá, mint napraforgót, de kinek mi az ízlése. Winter Montel Zsolt is étolajjal készíti, napraforgóolajjal, ezek szerint a paradicsomos tésztát 4636 forintért, 180 valahány forinttal fizetett kevesebb, mint Cseh Katalin. Ennek az áruházláncnak az oldalán, ahol egyébként kijöhetett volna Winter Montel Zsolt olcsóbban is, mert vannak ennél olcsóbb áruházak is, mint ahol ő vásárolt, de kinek mik a fogyasztási szokásai. Ezek mindig jól néznek ki a politikusi kommunikációban, hogyha ilyen összehasonlításokat tesznek. Ettől függetlenül az belátható. Magyarországon az árak ezen a szinten biztos, hogy utolérték már a nyugatot. Igen. Nem idézték most, de egy valamit hadd tegyek szóvá, mert ez különben egy, nyilván egy normális és legitim vita, hogy ki mit gondol megélhetési költségekről. De Winter Montel Zsoltnak volt egy olyan megjegyzése Cseh Katalinnal szemben, hogy na, Cseh Katalin is átment szatyor politikusba. És erre megborzongtam. Tudnélik... Szatyor kommandó. Azt igen, is írta, azt igen, írja, hogy szatyor kommandó. Igen, na most... Hogy is van ez? Tehát ha az átlagember megélhetési költségeire figyel egy politikus, akkor lehet ilyen pejoratív szóval leszatyorkommandózni? Erre nagyon vigyázzunk. Annál is inkább, mert természetesen Cseh Katalinnak is az átlagnál jóval magasabb a fizetése, EP képviselőként, gondolom... És politizál, amikor vásárol, akkor is politizál? Természetes, de gondolom Winter Montel Zsolt is ezt teszi természetesen, tehát nehogy már leszóljuk azokat, akik valamilyen szociális problémával foglalkoznak. Ami meg a konkrét összehasonlítást illeti, szerintem két dolgot érdemes mérlegelni. Az egyiket mondta, a belga átlagfizetést viszonyítani a magyarhoz, mert a belga átlagfizetés nem az EP képviselői, fölteszem. Mutatjuk közben, egyébként beszélgetünk a KS és az Eurostat adatai alapján, hogy mennyi az átlagfizetés. Ez a viszonyítási alap az érdekes. A másik meg még egy dolog, hogy az adott gazdasági irányítás az országban mindent megtette, hogy az infláció ne az egekbe löki az árakat, vagy nem tett meg mindent, és itt is lehetne hosszan vitatkozni a két ország összehasonlításáról. 400 és 1 millió forintot látnak, azért nem teljesen pontosak az adatok. Egyrészt befolyásolja nyilván a forint-euró árfolyam, és másrészt nem feltétlenül ugyanazzal a módszertannal készülnek ezek az adatok, és az időbeli a közlésük az sem pontosan ugyanakkor történik meg. Fogadjuk el, hogyha kérhetem ezt így kiindulás alapként, hogy ezek az összegek. Én ahhoz csatlakoznék, amit Ildikó mondott, hogy mit tekintünk az inflációnak, vagy én inkább arról beszélnék, hogy mi az inflációnak ugye a valódi oka. Mert mi sem avval nem értünk egyet, hogy ez egy szankciós infláció, sem azzal, hogy egy orbáni infláció. Tehát azért tegyük hozzá, hogy infláció Európa minden országában van, ott is, ahol nem Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt. Az más kérdés, hogy a magyar infláció az valóban közel duplája, hát sőt egyértelműen több, mint duplája jelenleg az EU-s átlagnak, és ez már azért jó régóta itt van. És ennek azért a fő oka az az energiakitettség. Tehát a fő oka az, hogy az, ami leginkább gerjesztette ezt az inflációt, az orosz foszilis energiának az importja, aminek az ára az egekbe szökött ugye a háború kikötörése, és nyilván a szankciók hatására is, tehát mi nem vitatjuk egyébként, hogy a szankcióknak is volt ebbe hatása, de egy nagyon jelentős energiaárnövekedés volt a tavalyi év folyamán, ez húzta magával az inflációt. Szerintem Magyarországon az ársapka nem segített, tehát az ugye arra ösztönözte a kiskerláncokat, hogy egyéb termékeket meg nagyon megemeltek. Itt még a nyugdíj kapcsán egyébként elmondanám, hogy az élelmiszer áremelkedés az ugye 40%-os is volt egy időben. A tehát... kis nyugdíjast érinti a legjobban. Mutatunk még egyébként két adatot, az egyik a minimál nyugdíjnak az összege Magyarországon, illetve Belgiumban, illetve azt is megmutatjuk, hogy egy átlag lakásnak a bérleti díja mennyi. Közben te is, Matyi, várom a megjegyzéseidet. A minimál nyugdíj, igen, tehát az
jóformán semmelyik nyugdíjas nem kap, aki Magyarországon végigdolgozott. Jó néhány tízezer ember kap, tehát hogy jól tudom, ilyen 30 ezer körül. Nem leszek vele népszerű, de igaznak érzem, úgyhogy elmondom. Egyrészt hiába tűnik aprónak a magyar átlagfizetés a belgához képest, én büszke vagyok arra, hogy ez messze menőkig egy jobb arány, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt lett volna. Szerintem Magyarország rengeteget zárkozott fel. Hiába nem vagyunk még ott, és nem is leszünk talán soha, ahol a belgák vannak, ez egy messze jobb arány, mint lett volna korábban. Másrészt van egy olyan helyzet, és ezért jogos szerintem demagógozni, vagy szatyorkommandozni azt, aki ilyen összehasonlításokat csinál, hogy a tőzsdei termékek árát, amelyeket Európában bárhol el lehetne adni, ilyen a benzin, ilyen az élelmiszeripari termékeknek a döntő többsége, abszolút nem érdekli a helyi átlagfizetés. Hát az, hogy az Európai Unió tagállamaiban jellemzően viszonylag kiegyensúlyozott, főleg az élelmiszerek tekintetében az árszínvonal, az azért van, mert ezek tőzsdei termékek, és persze törekedni kell arra, ez kényes való, hogy a magyarok minél jobban keressenek, erre kell irányulni a gazdaságpolitikának, erre kell irányítani a szociálpolitikát, hogy ne hagyjon éhen senki. De azzal szórakozni, hogy tőzsdei termékek árát összehasonlítjuk és összevetjük átlag nyugdíjjal meg átlagbérrel, az egy őrültség, egy demagóg őrültség, mert tényleg sehol nem érdeklik az árakat az Európai Unióban a helyi átlagfizetés. Ugye tudja, hogy ezt a demagóg őrültséget idézőjelben minden család elköveti, mert más nem tud összevetni a maga napi élete tervezésénél, mint a fizetését az árral, ami ennyiben nem csak tőzsdei ár, hanem az áfa is például, meg az egyéb most rárakott adóterhek is. És ennyi a különbség. És ennyi a különbség. Hát egy aránylag jelentős különbség. Egy váló 15-17%-os áfákhoz képest Magyarországon pont a multiknál még van a 4%-os pluszadó, ez összesen 31%, tehát dupla annyi az áfa tartalma. Ugyanannak a terméknek Magyarországon. Ezzel egy dolcsot nekem napi ingázóként Ausztriában elég sokszor járok a bevásárlás Magyarországon, tehát még ennek ellenére is Magyarország az olcsóbb, de tényleg de szerintem felesleges tőzsdei termékek árát összehasonlítgatni, azok nagyságrendileg azonos helyen lesznek az EU-ban bárhol. Na de akkor frappás. Mit mond annak, aki kénytelen összehasonlítani az árat a fizetésével? A politikusok összehasonlították mindenki. Nem jobban vagy rosszabbul megél belőle. Nem hinném, hogy belga árakkal hasonlítgatja össze magának a saját a politikusok ezt tették, mi meg ezen most itt jót vitatkoztunk, de sajnos következik egy reklámszünet előtte, mutatunk önöknek egy képet. Akár az urbánus képzőművészet szintjén is értékelhetik ezt, hogyha úgy tartja kedvük, de ez a lehet településfejlesztés is nézőpont kérdése, vagy csak egy szimpla kivitelezés. Egyébként meg jó itthon, maradjanak velünk. Szerint az adott ország átlag jövedelméhez képest Brüsszelben vagy Budapesten olcsóbb az élet. Nézzük, mi az önök elképzelése erről. 95-5 az arány azok javára, akik úgy gondolják, hogy Brüsszelben olcsóbb az élet. Hogyha még jobban el szeretnének mélyedni ebben a kérdésben, akkor irány az internet, és nézzék Cseh Katalin és Wintermantel Zsolt ezzel kapcsolatos szkanderezését, mert van olyan pontja, amit igazából talán szórakoztatónak is nevezhető. Lendva Ildikóval, Szendefi Máriával és Kohán Mátyással folytatódik a nap híre, és azzal a témával, amit már egy kicsit megelőlegeztünk a szünet előtt. Moson-Magyaróvárról van szó, és egy egészen különleges köztéri installációról. Nézzük. A frissen leaszfaltozott út kellős közepén állnak a villanyoszlopok Moson-Magyaróvár egyik utcájában, derült ki az RTL riportjából. A Királydomb utca akkor is ismert volt az oszlopok szokatlan helyzetéről, amikor még földút volt az aszfalt helyén. A lakókat nem zavarja a kép, van, aki szerint talán látványossága is lesz az utcának. Személyesen én is, meg az utcában is mindenki nagyon örül neki, mert a port, meg mindent már nehéz volt kibírni. Hát én például azért hagytam meg itt a élősövényeket, hogy a porttól védjem a ház elejét. És már nagyon régóta várományos volt ez az egész. Érzékeltette a változás jelentőségét egy lakó az RTL híradónak. A városüzemeltető cég ügyvezetője szerint a nem szokványos megoldásnak nyomós indoka van. Azért maradt bent, mert sem anyagilag, sem pedig időbe nem indokolta volna a tervezés és a kivitelezés, hogy ezt a vezetéket, ezt a kábelezést ezt kitegyük, és ezért találtunk egy olyan megoldást, illetve a tervező talált egy olyan megoldást, amivel benn maradt az út közepébe. A 130 méter hosszú utcában 4 villanyoszlop áll az úttest közepén. A városüzemeltetési cég szerint ezek áthelyezése több 10 millió forintba került volna. A tervek szerint ehelyett inkább kis járdaszigetek veszik majd körbe az oszlopokat a balesetek elkerülése érdekében.
Most ugye él előttünk az Unalmas utcának a képe. Az Unalmas utca az úgy néz ki, hogy párhuzamosak, majd jó, ennek is párhuzamosak a szegélyei, a kocsi útnak a szegélye, de mondjuk egyenes, és az oldalán vannak az oszlopok. Itt kanyarg, bár egy láthatóan tök egyenesre is lehetett volna csinálni, de kanyargós az út, és a közepén vannak az oszlopok, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ez igazából tetszik. Hát nem tudom, igaziból föl lehetne ezt komolyan fogni egy kommentárban, és kicsit ironizálva is. Ha komolyan fogom fel, akkor azt az egy mondatot mondom, hogy hát azért itt az önkormányzat pénzhiánya volt az ok, nem az unortodoxiának valamilyen művi keresése, és ezzel nem csak a Mosonmagyaróvári önkormányzat küzd. Ha viccesen fogom fel, és hát a látványt nehéz nem úgy fölfogni, akkor azt mondanám, hogy itt született egy új országimázs, egy hungarikum tulajdonképpen, legyenes szimbóluma a mai magyar modernizációnak, sok minden változik, modernizálódik, de ami elég magasan van, amire, akire fölnézünk, az úgy be van ágyazva, hogy továbbra is csak kerülgetni kell. Lásd a magyar gazdasági elitet. Na most a helyzet az, hogy ez nyilván rendkívüli kirívó példa, tehát nem hiszem, hogy van még egy az országban, de hogyha van, könyörgöm, írjanak már nézői levelet nekünk, mert nagyon szívesen megmutatnák azt is. Vagy viszonzásért ezért a kis filmért átadnánk a sztorit az RTL-nek, de a lényeg az, hogy ez nyilván nagyon egyedi, és mégis valahogy úgy vagyunk vele, hogy így magunkra bírunk ismerni benne. Tehát azért van ez, mert már bennünk is van annyi frusztráció, vagy pedig egyéb más területeken is megjelenik az, amit itt most útformájában látunk. Igen, tehát az az igazság, hogy nekem erről a dologról így a Ferencvárosi pad jutott az eszembe, tehát az is egy olyan téma volt, hogy ott az, hogy átfestették, szivárványos volt, zöld volt, barna volt, és az egész ország, nem tudom, azt hiszem 3 hétig ezen szórakozott, hogy milyen a Ferencvárosi pad. Tehát körülbelül ez egy ugyanilyen... Legalább nem állt ki belőle semmi, bármilyen színű is volt. Igen, tehát ez nekem egy ilyen hasonló téma, hogy nagyon vicces valóban, szerintem ez egy körülbelül egy mosonmagyaróvári önkormányzati városrészi ügy, tehát én nem is nagyon értettem, hogy ez az országos politikába hogy került bele, miközben annyi minden fontos más dolog van, tehát mit tudom én, csak mai hír, amiről azért szeretném, ha tudnánk majd beszélni valamelyik hír kapcsán, hogy a környezetvédelmi hatósági eljárást végül is megtorpedózta a kormány, végül is nem lesz semmifajta szűkítés, hanem nem fog vonatkozni semmire. Beszéltünk itt a nyugdíjakról, beszéltünk az otthonápolásról, tehát mi igazából azt szeretnénk, hogyha az ilyen hírek helyett, amin tényleg jól lehet így szórakozni, meg nagyon vicces, de hát a valódi problémákról beszélnénk inkább. Ugye itt az egész, szerintem beszéljünk azért most erről. Itt ugye az egyik lakót megszólaltatták, aki azt mondja, hogy nagyon örül annak, hogy ez ilyen, mert eddig is ugyanilyen volt, csak még poros is. Tehát van egy olyan körülmény, amiben rengeteget javult a helyzet, tehát életminőség szinten javult a helyzet. Ettől függetlenül az a probléma, aminek a megoldását célozta ez a beruházás, az lényegében fönnmaradt, csak már nem porosan. Bennem őszintén szóval Balázs, semmiféle olyan igény nincs, hogy komolyan beszéljük meg ezt a témát, helyette anekdotát. Nyugodtan jöhetnek a viccek, én örülök neki. 2 héttel ezelőtt Kazahsztánban jártam, ez egy nagyon szép ország, egyébként mindenkinek ajánlom, aki unortodox nyaralási helyek iránt érdeklődik, gyönyörű szép a természete, egyébként egy fejlett, jó infrastruktúrájú, viszonylag gazdag ország a posztszovjet térségen belül, és még egyszer hangsúlyozom, aláhúzom a gyönyörű természetét. Tehát ott ért először engem olyan élmény, hogy Almatiban kikanyarodtam az autópályára, és a Sarinkanyoni 250 km-t mentem egyenesen. Ne tudják meg a kedves nézők, hallgatók, akik Magyarországnak a viszonylag változatos tájain vezetik a saját kis autóikat, hogy ez milyen unalmas, altató és emiatt életveszélyes dolog. Én minden olyan helyzetnek, közlekedési helyzetnek örülök, köztük a budapesti tiritarka érthetetlen felfestéseknek a sávokon, amely meggátol engem abban, hogy bealudjak a volán mögött, és a biztonságban való célhoz érkezésemet garantálja. Ezt mint ilyet üdvözlöm, és kívánok hosszú életet, hosszú boldog. Ez a 130 méteren ezen valószínűleg nem fog senki elaludni, mert... És ez jó, nem? Ennyivel kevesebb olyan szakaszon az országban, ahol mondták nekem is barátaim, hogy az csak a filmekben olyan romantikus a Route 66, tehát egyébként halálunalom, és hogyha az egyik irányba megy az ember, leég a tarkója, másik irányba megy, akkor megvakul, mert vagy keletről. Zöldpárti politikusként én azt mondanám, hogyha vonattal utazunk, akkor ugye ezek a veszélyek, ezek. De még azt is úgy gondolja, hogy az érdekes, mondjuk szerintem elbírja. Igen, tehát itt mondjuk már nehezebb megoldani, de azt mondanám, hogy amit a Mátyás is említett, hogy hosszú utakat kocsival, alapvetően vonat az például egy nagyon kellemes utazási mód, és ott az ember nem is unja el annyira magát. A kanyonban nem vezetett sajnos, de azzal mentem volna. Igen, ugye?
Maradunk az autózásnál, túl sokat nem fog fogyasztani az autó ezen a 130 méteren, amit itt mutogattunk önöknek, de ettől függetlenül a benzin, meg a dízel, a gázolaj, az történelmi csúcsokon van, néhány forint csökkenés, hogyha van, akkor már ezt igazából észre se vesszük, de úgy tűnik, hogy még sokkal drágában is hajlandók volnánk megvenni, legalábbis a publikus ezt mérte. Literenként 681 forintba kerül a dízel és 653 forintba a 95-ös benzin ennél a 10. kerületi benzinkútnál. Jelenleg mindkettő ára elmarad a lélektani határtól. A Publikus legfrissebb felmérése szerint ugyanis a legtöbben 890 forintos literenkénti árnál döntenének úgy, hogy nem tankolnak, és inkább más közlekedési eszközt választanának. Ekkora összegről azonban egyelőre szó sincs. Szerdán ugyanis a benzin esetében 6 forintos csökkenést tapasztalhattak az autósok, ez a tendencia pedig pénteken tovább folytatódhat. További 6 forintot várunk a benzin esetében csökkenésként, és a gázolaj ára 4 forinttal kerülhet holnaptól kevesebbe. Úgyhogy a benzin átlagára lecsökken a 650 forintos árszint alá, és a gázolaj átlagára is várhatóan 678 forintra áll majd be. A megkérdezettek 57%-a úgy gondolja, hogy a kormánynak lenne lehetősége a hatósági ár visszaállítására. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón elmondta, azt szeretnék elkerülni, hogy a közép-európai országok közül Magyarországon legyen a legdrágább az üzemanyag. Cél az az, hogy ha valaki Magyarországon tankol, akkor ne tankoljon drágábban, mint hogyha Szlovákiában tankolna, vagy Szlovéniában tankolna, vagy Romániában tankolna. A miniszterelnökséget vezető miniszter által említett országok közül Szlovéniában és Romániában kell kevesebbet fizetni, de olcsóbb az üzemanyag Horvátországban is. Érdekes volt csak egy villanás erejéig, vagy talán nem tudta mindenki végigolvasni, most elmondom, éppen a Fidesz támogatói azok gondolják a legkevésbé úgy, hogy a kormánynak volna lehetősége, hogyha jól láttam ezt a táblázatot, beavatkozni a hatósági árakkal az üzemanyag árakba. Miközben egyébként ellenzéki oldalról érte több támadást a kormányt a hatósági árak rendszeré miatt. Nem akarok belelátni ebbe a számba többet, mint ami benne van, de szerintem mi, akik annó támogattuk a hatósági árat, én is támogattam a 480 forintos fix benzinárat, átláttuk, hogy erre azért van lehetőség, mert van ennek egy alapja. Ennek az alapja ugye az akkor viszonylag jelentős árkülönbség volt az orosz olaj, amiből a MOL dolgozik, meg a Brent olaj, amihez a MOL piaci körülmények között árazná az üzemanyag termékeit, ezek között. Tehát volt ennek egy alapja, tehát világosan látható volt, hogy ki fogja benyelni ennek a veszteségét a MOL nyelte be egészen addig, amíg ez lehetséges volt. Csak pontosítsuk, ez egy második lépcső volt. Az első lépcsőben a kiskutak nyelték be. Igen. Tehát a MOL-tól... Az pont addig a pár hónapig tartott, amíg 100 szám mentek tönkre. Hát igen, igen. Tehát azért ezt zárójelbe zárva. Most ez tényleg nem ez itt a lényeg. Hát most viszont, amikor jóformán nincsen már a Brent és az Urals között árkülönbség, ennek nem volna alapja, nem volna mire föl, vagy milyen alapon bevezetni a hatósági árat, szerintem épp ezért nem támogatja most valószínűleg olyan ember, aki nagyjából látja az üzemanyag árazásnak az elemeit. Muszáj vagyok itt behozni a szankciókat, bocsánat, tudom, hogy ez nem fog túlságosan jól hangzani, de az a helyzet, hogy azzal, hogy az Európai Unió vagy a Nyugat úgy összességében halat üzent Oroszországnak gazdasági tekintetben, ársapkát húzott az olajára, szankciót vezetett be az olajára, ezzel összetolta Oroszországot Szaúd-Arábiával, és most kialakult az eddiginél sokkal erősebb olajkartell, amely most kifejezetten nagy elánnal emeli a mi kárunkra a szankciókat bevezető Nyugat kárára az üzemanyagárakat, mert hogy minden olyan ország egyébként, amely olajtermelő vagy olajtermelő országokkal jóban van, az saját maga számára egyébként a piaci ártól sokkal lejjebb rögzít üzemanyagárakat. Mi az üzemanyagimportőr Európa, mi pedig fizetjük azt az árat, amit a mi szankciós háborunk tolt fel ilyen magasra. Vannak persze áfakülönbségek, van jövedékiadó, sok helyi részben uniós parancs alapján, részben pedig a kormányzati saját hatáskör alapján beszedett jövedékiadó és egyéb teher is terheli az üzemanyagot. Tehát alapvetően emlékezzünk meg arról, hogy az, hogy 6-ossal kezdődnek Magyarországon és 1,345-tel kezdődnek Európában az üzemanyagárak, ez ami őrült, felesleges és semmire nem jó olajszankciók miatt van. Amelyek nem vonatkoznak ránk történetesen, de örülök azért, hogy elmondta, már Magyarország kivétel egyelőre, örülök azért, hogy ezt elmondta, el kéne mondani a külügyminiszter úrnak is, aki viszont egyfolytában azzal példálózik, hogy milyen olcsón kapjuk mi az orosz energiaforrásokat, állandóan ez hangzik el, hogy azért kell sok mindent megtenni. Ezek szerint ez nem így van, szerintem se így van, tehát ha választani kell, én magával értek egyet, és nem
Bácsi Jártó Péterrel, de akkor vagy a kormány retorikája nem stimmel, vagy valahogy nem így van ez. De még egyszer mondanám, hogy ezek a szankciók Magyarországra nem vonatkoznak, kivételek vagyunk, ami érthető, és okkal vagyunk. Van egy csövünk, a barátságkőolajvezeték, és pontosan a szankciós tárgyalások során, amikor Magyarország megszavazta ezeket a szankciókat, éppen azzal a feltétellel szavazta meg, hogy a mi ellátásunkat érintő kérdésekre ez egyfelől nem vonatkozik a másik. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt néhány napban, talán egy hétben, és nem tudjuk meddig marad ez így fönn, Oroszország a kőolajat a szállítja, viszont a feldolgozott termékeket, a benzint és a dízelolajat, azt nem hajlandó exportálni. Nem találják ki miért, azért, mert üzemanyag hiány van Oroszországban. Tehát, hogy amikor szankciós politikáról beszélünk, és azt is nézzük, hogy ezzel ártani akar a kollektív nyugat, a háttérhatalmi összeesküvés parancsára Oroszországnak, akkor sikerült ebből a szempontból most legalábbis ellátási zavarokat okozni Oroszországban. Elnézést, muszáj rendbe tennem, mert itt tehát hogy mi az olajszankció való kivételt kaptunk, az nem jelenti azt, hogy a Brent árral bizonyos különbséggel együtt mozgó orosz olajár alól is felmentést kaptunk volna. De akkor miért mondja Sijjártó az ellen? Jól tudom, akkor még azért egyelőre az Urál, az Urál krúd. A különbség van a Brent és az Urálnak a barellenkénti ára között, de attól még, hogy ez a két együtt mozgó üzemanyagár fölfelé megy, mind a kettő drágul, ez alól senki nem ad nekünk felmentést, tehát igen, a szankció az oka, az ez a szankció, ami csak még mindig a háború előtt is lehetett ugyanennyiért, sőt 2014-ben, hogyha jól tudom, jelentősen drágább volt az Urál is, mint most, nem beszélve arról egyébként, hogy a gáz is drágább volt akkor, mint most. Tehát senki nem ad kivételt. Igen. Nekünk azt mondta a hivatalos propaganda, hogy Putyin kivételt adott nekünk. Ezt Putyin mondta. Nem a hivatalos propaganda, Putyin. Meg mondta. Még egy jelentős állat férfi. Hadd hozzak be egy új szempontot ebbe a vitába, mert valószínűleg ez a vita se lenne ilyen éles, és valószínűleg az egész magyar társadalom nem görcsölne ilyen szinten az üzemanyag áron. Abban az esetben, hogyha a tömegközlekedés kicsit jobban működne, tehát ma is hír volt, hogy hol álltak le éppen a vonatok, most pont mielőtt jöttem a műsorba, akkor olvastam, hogy például nagyon nagy probléma, hogy előregettek a magyar mozdonyok, és le kéne őket cserélni, na most Lázár János leállította a cserét, mert most éppen nem barátkozunk a Siemens-szel. Tehát ugye, ameddig én ilyen sajnálnám a V43-osokat, mert tetszik. Tehát igazából természetesen meg kell érteni, hogy van, aki nem tud az autótól elszakadni, mert olyan kis településen lakik, ahol nem megoldható, vagy hatékonyan nem megoldható a tömegközlekedés. Azért a 21. században, miközben klímaválság van, a valódi megoldás az nem az lenne, hogy olcsó üzemanyag tegyük hozzá. Hát a benzines kocsikat ugye 10 éven belül le kell cserélni. Tehát szakadjunk már el a fosszilis energiától, szakadjunk már el az olcsó üzemanyag problémától, és inkább abba üljük a forrásokat, hogy legyen működő vasút, legyen működő buszhálózat, és avval rengeteg embernek egyébként a közlekedését kényelmesen, hatékonyan, klímabarát módon meg lehetne oldani. Ahhoz mit szólunk, hogy, és akkor az eredeti téma felvetésre térjünk rá némiképp, a Publicus mérése szerint 890 forint a magyaroknál a lélektani határ. Időről időre végeznek ilyen lélektani határ közvéleménykutatásokat, és mindig csúszik följebb egy 100 forint, hogy még mennyit volnának hajlandók fizetni a magyarok az üzemanyagért. Most azt mondják, hogy legalábbis a mérés szerint 890 forintig még nagyon a fogukat szívva, de nem tennék le az autót. Bár most ebben a felmérésben lehet, hogy félreértettem, de én azt olvastam, hogy ebben a tekintetben talán egy éve magasabb volt az a lélektani határ, igen, és most éppen csökkent. Igen. Nyilván a vásárlóerő a reálbérek csökkenésével együtt. Igen. Tehát most fordítottan történt ez a mozgás. Azban az egyben hadd nyugtassam meg magunkat, az üzemanyagárban nem tudok, hogy volt ez a kormánypárt ellenzék szavazó, mit mondott erre. A kérdés tudnélik úgy hangzott, ha jól értem, hogy van-e lehetősége a kormánynak hatósági árat bevezetni. Nyilvánvaló az ellenzéki szavazó, aki sok esetben joggal, most itt nem menjünk bele, a kormány hibáztatja, az azt fogja mondani, hogy volna lehetősége segíteni. A kormánypárti szavazó meg azt mondja, hogy hát szegény kormány nem tud mit csinálni. Tehát ez nem azonos azzal, hogy ki hogy ítéli meg az ársapkákat, de bármit gondolunk az energiaárakról, bármit gondolunk arról, hogy okfejtése szerint, amit köszönök, Putyin nem mondott igazat, mert mondta, ez hogy hát azt csak... Putyin hazudott, így van. Ezt valaki korrigálta a magyar kormány részéről, hogy bocsa, valahogy nem mondott igazat, ezt nem hallottuk. Egy piaci TTFA szerint kapjuk a gázt. Igen, értem, akkor megismétlem, elhangzott az, hogy Putyin hazudott. Milyen jó lenne, ha akkor a magyar kormány is ebből levonna a következtetéseket. Nem mondja, de mindegy, igen. Hát ezt mondtam. De.
Ettől függetlenül, hogy mennyibe kerül, amit nyilván egy nagy kérdés az energia oroszoktól és másoktól, ne felejtsük el, hogy a benzinára, amiért tankolunk, annak nagyjából a fele ilyen-olyan adó terhekből fakad. Tehát egy része valóban, ahogy lehet kapni az energiát, más része, és ebben dobogós helyünk van Európában, hogy mekkora terhet rakni rá, és én tudom, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van, nem akarok felelőtlen hülyeségeket javasolni a költségvetésnek, de ha úgy is megy fel az ár, akkor az ő bevétele is mindenképpen megy fel az adóterhekből, tehát különösebb veszteség nélkül azt a bizonyos százalékot csökkenthetni, ezt megtehetni. A jövedéki adóképzésbe be is van építve egy olyan korlát, hogyha az anélkül számolt ár átlép egy bizonyos szintet, akkor máshogy alakul a jövedéki adót. Amikor olcsóbbá válik például az orosz olaj, és olyan olcsó lesz, mint volt a háború előtt, ezeket a napokat éljük egyébként. Igen. Most is, akkor sem lesz föltétlenül olcsóbb majd a kútnál az üzemanyag, mert akkor majd ugrik egyet a jövedéki adónak a szint. Hát igen, de ugye ezzel együtt, kicsit bocsánat, hogy ismétlem magamat, de ugye a jövedéki adó is egy olyan dolog, hogy teljesen megértjük, hogy ezt nem szeretik, és aki adózik, annak egy plusz költség. De tényleg fogadjuk már el, hogy az autózás, a fosszilis energiára alapuló közlekedés az olyan szinten fenntarthatatlan, hogy itt sajnos, az egy nagyon jó dolog egyébként. Én szerintem, ha 890 forintnál az emberek átváltanának tömegközlekedésre, az szuper lenne. Tehát akkor végre többen használnák. Ugye voltak ezek a szárnyvonalbezárások, amiket ugye avval indokoltak, hogy nincsenek kihasználva. Tehát szerintem mi üdvözölnénk azt, hogyha az emberek igenis átszoknának az autóról adott esetben egy kisforgalmú szárnyvonalra, és így azok fenntarthatóak lennének, mert az még mindig sokkal jobban klímabarát, mint az, hogy mindenki egy-két ember ül a kocsijába. Ha szabad még valamit demagógnak tartanom, akkor ez mondjuk pont ezek a lélektani határfelmérések volnának, tehát szerintem nincs ilyen, hogy lélektani határ, ami egy bináris kapcsolót átkapcsol az autózokból a nem autózok irányba. Sose tapasztaltuk még, hogy ilyen történt volna, ez így igaz. A 0 forint benzinánál nyilván mindenki állandóan autózik, és ahogy ez sem biztos. Fölfelé, szerintem csak ez sem biztos. Ahogy ez kúszik fölfelé, úgy az ember nyilván egyre jobban meggondolja, hogy mi az a szituáció, amit autóval old meg, hogyha vannak alternatívák, amik rendelkezésre állnak. Egyetértünk, nyilván szerintem ez még csak nem is politikai vita, ez egy közhely, hogy persze kell a jobb tömegközlekedés, és persze ugye lehetőséget kell adni arra, hogy az ember, aki egyébként nem élvezetből autózik, mert néhányan vagyunk őrültek, akik szeretünk igen autózni, de egyébként ez nem egy élvezeti kérdés, ez megtehesse, de azt is mindannyian tudjuk szerintem. Te autózó hobbiból? Én nagyon szeretek vezetni egyébként. Bébi fókák, meg mit tudom én semmi. De az a helyzet, hogy mert a probléma az, hogy soha nem fog tudni létezni állami fenntartással, meg piaci fenntartással sem olyan tömegközlekedési rendszer, amely lefedi az összes szélsőséges igényét egy hajszolt, űzött életű embernek, akikből sokan vagyunk. Mondjuk a piaci vezető politikusra ülök egy asztalnál. Még messze vagyunk. Igen, azt gondolom, hogy szerintem önnek is volt nem kevés olyan helyzet az életében, amikor nem tudta volna megoldani az éjszakai útját, az akárhonnan, az akárhova, az űzött tényleg kampánykörútját anélkül, hogy egy dízelautóba beszállt volna. Már én nagyon jó kislány vagyok, mert tömegközlekedek általában, de volt korábban frakcióvezető. Én azt osztom, hogy nem lehet teljesen lecserélni az autót. Vannak ilyen helyzetek valóban, amikor egyszerűen gyorsabb, praktikusabb, de azért nem mindegy, hogy mik az arányok. Tehát az nem mindegy, én Kaposvárról járok fel egyébként Budapestre, egyáltalán nem mindegy, hogy én mondjuk 10 budapesti útból 10-szer vonattal jövök föl, vagy 5-ször kénytelen vagyok kocsival följönni, mert mondjuk, és itt egyébként nem is az ára az egyik dolog, tehát nyilván megfizethetőnek kell lenni, de még fontosabb a rugalmas és ütemes menet. És akkor itt érünk ahhoz vissza, ami aztán volt a műsor elején, vagy beszélgettünk itt róla lehet, hogy külön, hogy az Európai Unió hatalmas forrásokat biztosított infrastruktúra fejlődésre, vasútfejlődésre, ezek valami másra el lettek költve, és ugye jelenleg Magyarország nagyon le van maradva. Tehát itt 160 km/órával közlekedő vasútoknak kellene lenni, de hát ugye tudjuk, hogy a TGV vagy az ICE Németországban az 300 km/órával is tud menni. Tehát azt én mondhatom a saját nevembe is, hogyha én Kaposvárról másfél óra alatt bármikor és körülbelül egy órás ütemezéssel fölérnék, biztos nincs az az Isten, hogy én kocsiba szálljak, mert hát sokkal kényelmesebb. Tehát nagyjából 3 percünk maradt, és van még egy téma, nevezetesen az, hogy Pozsonyban bekérették a magyar nagykövetet, és a szlovák kormány nehezményezte azt, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a magyar politikusokat tömörítő szövetségnek a kampányzáróján beszélt, ugyanis a hétvégén parlamenti választásokat tartanak Szlovákiában. Azt mondják a szlovákok, hogy Szijjártó Péter, illetve a magyar kormány beleavatkozik a szlovák választásokba. Most az teljesen bevett, hogy egy adott párt választási időszakban
külföldi szövetségest vagy partnernek a képviselőjét fogadja. Hogyha ennyire szorosan értelmezzük a választásokba történő beavatkozást, akkor csak akkor értelmezhető a szlovák kormánynak a fellépése, legalábbis az én olvasatom. Igen, ez nagyjából így van. Megmondom őszintén, hogy persze ellenzékből szívesen szidnám bármiért a kormánytagokat. Szijjátó Péter, főleg ugye nem? Ez a dolgom, de engem nem az zavar, hogy Szijjártó a magyar párt mellett mond ezt vagy azt egy kampányülésen, sokkal inkább zavar, és erre nem kaptam a kormánytól magyarázatot vagy száfolatot, hogy mi folyik itt esetleg Ficó érdekében a migráns tömegek oda irányításával, azzal, hogy az embercsempészeket kiengedjük, vagy kiengedi, aki kiengedi, és váratlanul ezzel összefüggésben, vagy nem összefüggésben, iszonyatos módon felszaporodik Szlovákiában a Magyarországról oda került migránsok száma. Engem ez tölt el gyanúval a választási beavatkozást illetően, és ezt szeretném, ha cáfolná a magyar kormány, nem azt, hogy itt oda-vissza üzenget, hogy mit... Erre azt fogja mondani a magyar kormány, hogy ők nem cáfolnak semmit, bizonyítson az, aki állít valamit. Én azt mondanám, hogy a magyar kormány más esetekben bizony megköveteli azt, hogy valaki cáfoljon, amikor neki külfölddel baja van, és 8 percenként behívott egy nagykövetet, bizony ezt várja. És egy ilyen súlyos gyanúnál, ami fölmerült, amit említettem, annál viszont elvárnám a magyar becsület védelmébe is, hogy így fogalmazzak, hogy az én kormányom, vagy bocsánat, nem az egy, mert az ország kormánya ezt tényekkel cáfolja meg, nem történt. Szerintem, ami fontosabb a kérdésben, tehát én meg a pártom is egyértelműen a magyar etnikai alapú pártok mellett állunk az ilyen választásokban. Tehát mi nem látunk abba különösebben kivetni valót, hogy Magyarország azt... Ugye melyik mellett, mert nincsenek is föltéren egy gyakorban. Lényegében ez jelenesebben a szövetséget jelenti szerintem, mert tulajdonképpen a többi az esélytelen. Tehát avval együtt, hogy azt nem tartjuk egy szerencsés dolognak egyébként, hogyha ezeket a pártokat Magyarországról irányítják, tehát mi azt gondoljuk, hogy ők legyenek magyar párt, képviseljék a adott esetben az RMDS az erdélyi magyarokat, a szövetség a felvidéki magyarokat, de azért kevésbé függjenek mondjuk köldögzsinóron a magyar kormánypártól, tehát akkor még szívesebben támogatnánk őket, de mindenképpen azt gondoljuk, hogy a magyar kisebbségnek kell parlamenti képviselet Szlovákiába, ezért mi alapvetően emellett foglalunk állást. Magyar Lámos most éppen beavatkozott a szlovákiai választásokban. Reméljük, hogy azért nem fogja beülni megint a nagykövetett pozsonyba. Szijjártó Péter ezen az Óbe botrányos kampány záron azt találta mondani, hogy ő hídnak tekinti a felvidéki magyarokat Magyarország és Szlovákia kapcsolatainak az erősítésére. Hát tényleg ilyen botrányos beavatkozást és ellenséges lépéseket kívánok minden szomszédunknak, sokat még. Egyébként meg azt gondolom ezekről a Ficó kapcsán és a migránsok kapcsán, hogy hát adná az Isten, hogy a közép-európai Szlovákiát is érintő migránsválságot Orbán Viktor mahinációi állítsák elő. Ha nem lenne a probléma, és hagynák, hogy megoldjuk a problémát, akkor ez se lenne. Meg, hogy kiengedjük az embercsempészt a börtönből. Ha hagynák az Európai Unió központjából, hogy Közép-Európa ezt megoldja magának, lenne erre lehetőség, nem gáncsolva lenne, ez nem lenne a probléma. Igen. Ami egyébként nagyon fontos, hogy a közép-európai országok azok együtt legyenek. Bocsánat. Itt a vége. Ön szerint a jövedelmekhez képest Brüsszelben vagy Budapesten olcsóbb az élet, nézzük, 95-5 maradt a válaszoknak az aránya. Lendvai Ildikónak, Szendefi Máriának, Kohán Mátyásnak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. Önöknek a késő estig és egész héten át tartó figyelmet, vigyázzanak magukra és egymásra, és viszontlátásra.